eltelt pár kör, és úgy döntöttem, hogy itt az ideje, hogy végezzünk Bretóniával, legalábbis a Bordeló errantel. Úgyhogy uh, itt most azt történik, hogy az Awakeninghez is mehetnék, vagy mehetnék Nazar Fontánhez. Nazar valószínűleg elmenekülne, úgyhogy azt fogom csinálni, hogy az Awakeninget én gyorsan beveszem. Most Alberic pont nincsen ott, úgyhogy nagyon-nagyon uh, jó lesz. Viszont arra gondoltam, hogy itt szükség lesz mindenképpen majd egy második seregre, akik uh, tudnak is és tudok én, hasznos dolgokat csinálni. Úgyhogy majd vele mindjárt lehozok ide egy második lordot. Még nem tudom, hogy kicsodát. Most lett egy új seregünk, ezt mindjárt megmutatom, de ez is nagyon jó lesz. Itt igazából mindegy, hogy kinek adjuk az ajándékokat. Max azt lehet megnézni, hogy egyenlően legyen elosztva, tehát akkor Quetzalnek még nincsen sok. Ez azért jó, hogyha esetleg vesztenénk területet, akkor még megmaradnak ugyanúgy a bónuszok, hogyha mindenkinek bőven több van, mint amennyi járna. Úgyhogy ide kéne nekem lehozni egy új lordot. Ugye Croxigort érdemes egyébként. Meg Slend, Slend mage lenne le még érdemes, csak az most már így nincsen. Most megint nagyon sokat kéne várni arra, hogy lehozzuk. Úgyhogy legyen egy Croxigor, az majd úgyis oda csap szépen a, a, kis gyenge bretóni parasztoknak. Nagyon jó lesz annyi kéne, hogy gyorsan fejlődjünk, ezért a Spawn of Itza képességet kapja meg. És uh, itt az a jó ebben, hogy kb. az összes fontos épületet le tudom hozni azonnal, főleg, hogyha van az embernek már pénze, már pedig ne kell jön a pénz, egy ideje már nem probléma. Igen, ezek vannak, a többi majd akkor lesz, hogyha tovább növekszik a horda és aztán pedig el tudok kezdeni lehozni majd egységeket is. a magával személyes egyébként Délnek tartok, hogy a Southland-et nézzük meg, miközben azért az igazi akció éjszakon van, mert például Arkaon, the Ever Chosen is hadat üzent nekem, ő is így belépett a buliba, és a legfontosabb ezek közül az ez az esemény. The Great War. Ugye azért sem hagytam abba a, a, az idézőres győzelemmel ezt a sorozatot, mert még meg akartam nézni, hogy milyen az, amikor ilyen endgame krízis következik, és ez bizony azt jelzi előre, hogy endgame krízis lesz, ráadásul ezek közül a nagy WA nevű endgame krízist kapjuk, ami egy green skin veszedeleme fenyeget. A green nem tudom, hol vannak lesz polnani, meg mint lesz, hát itt a hegyekben elég jó területei vannak, de a Badlands is szintén hozzájuk tartozik. Itt amúgy pont most pusztult el a, a két ork frakció is, úgyhogy nem mondhatnám, hogy nagyon Uh, organikusan történnek ezek a dolgok, de, de történnek, is ez a lényeg. Miközben pedig éjszakra tartok, mint Fikrikkel, mint pedig Rohedzsára. Leosztom itt egy új hőst, de hívják. Uh, igen. sikerült is kijelölni. Azért, mert rengeteg hős van itt az ellenségnél, akiket én szeretnék uh, megsemmisíteni. Ez elsőre persze nem fog sikerülni, de majd elkezdünk szinteződni, és nagyon jó lesz. Fikrikkel most egészen a, a eddig a kapuig tudok eljönni, a teknős kapuig, és aztán pedig meg kell nézni, hogy merre érdemes tovább haladni. És van még egy seregem, amit még nem mutattam be nektek. Ez pedig itt van. Ő az, akit most hoztam le. Jarriknak hívják. És ő egy Slend Mage. És az ő fejlesztése lesz most én prioritás, miközben kapott három darab, kapott egy hőst, Tom Pilit, aki King Priest, kapott három bestiát, ezek bless bestiák, az egyik Horde van, az a másik Stradon, Solar Engine, a harmadik pedig egy Stegadon, és emellett jönnek le még további bestiák neki. Egyelőre azt hiszem, talán még egyet tudok pluszban lehozni, igen, de szépen majd ahogy egyre csökken a lehozási idő, úgy jöhetnek az igazán durva lények, ahhoz pedig csak fel kell fejleszteni ezeket. És mivel minden építkezés egy kör, ezért ez viszonylag gyorsan meg lehet. Fikrikkel megérkeztem a Chaos pusztára. Itt ez teljes egészében nagyon-nagyon rossz hely. És lemorzsolódást is kapnánk, hogyha nem lennék in uh, Incompany A Dragon's Crossroad-ot Xianling... Uh, Shan Liang, bocsánat, hogy a nevedet védi, a Foundry of Bones pedig Shilin Kian, és még itt van a Red Fortress is, ami kb. elég fontos város, és a Fortress of the Eye, ami szintén fontos város, a Srohedzsára próbáljuk majd meg megközelíteni. Talán annyi hiba van a történetben, hogy Village a falnak ennek az oldalán van, és itt láttam egy másik nagyobb sereget, ami szintén itt volt, de azóta eltűnt. Úgyhogy lehet, hogy fikrikkel most mégsem lesz akkor a pofám, és visszafordulok, mert valakivel meg kéne verni Village-et. Az más kérdés, hogy nem tudom, hogy fikrik erre a jó megoldás, de valakivel muszáj De Dejosz, mit tud vele csinálni ezzel a sereggel? Hinderelni tud meg, asszaszinálni tud. Próbáljuk meg egy assassination, bár sok esélyünk szerintem nincs. Ó, oh, sikeres. Nagyon jó. Akkor már is kicsit megkönnyítettem itt a dolgát. Uh, esetleg Fikriknek, a sikerül csatát vállalni vele. Alberit nagyon nem akarja ezt a csatát, úgyhogy megpróbáljuk becsalogatni. Itt van Ni Glaxi, aki hát ugye még egy nagyon pici sereg, kettő darab főből áll. Inkább egy baráti nevezném, mint seregnek. De berakjuk elég gibadzsát a... ilyenben, ambushban, és hát a Alberiknek ez megtetszik. tetszik. is ott van, szóval lehet, hogy még őt is hozza magával. Nekem pedig ez szuper lenne. Kettő growth vagyunk. Jó, itt megépítjük ezeket, illetve talán nem is így. Megépítjük a második szintű épületet, mert utána lehozhatjuk a Portal Nexus-ból a Portal Altart, és ez megint csak növeli a növekedést, szóval ez exponenciálisan nekünk jobb. Itt amin minél több területet fedezek föl a Lustriából, nem, Southlandből, annál jobban aggódom, mert úgy tűnik, hogy itt konkrétan mindenki, meg az anyja is uh, a Tomb Kingekhez tartozik, a Court of Librashoz ráadásul. Azért itt találtam egy területet, Tettök át, amit már, amit éppen ostromol a Defenders of the Great Plan, szóval nincsen minden veszve, de én sokkal nyugodtabb lettem volna, hogyha ez máshogy van. Itt éjszakon úgy alakult, hogy Village egyenlőre nem akar új lehetszik csatát vállalni. Megpróbálok elrejtezkedni előle, hogy a közlébe férkőzhessek. Remélem, hogy ez sikerülni fog és to továbbra is ölöm, ölöm, a tábornokait, amikor lehet, most éppen pont nem lehet mondjuk. De nem baj, ott maradok a nyomában. Hosszas tervezés után úgy tűnik, hogy sikerül elcsípni Willichet, és a játék azt mondja, hogy ez egy netces győzelem lesz, úgyhogy végre egy kihívás. Hát azért, mondjuk én nem, nem ilyen csatamezőre számítottam, hogy őszinte legyek, az alapján egy fucking siotakban vagyunk, de Oké, okay, mindegy, legyen. Nekem ez is megfelel. Mennyire vannak távolsági egységei az ellenségnek? A maruderek nem azok, a kioszpónok -ok nem azok, a warhoundok -ok nem azok. Itt talán a screamerek, de az, ezek a screamerek sem olyan típusúak. Úgyhogy a válasz az, hogy semennyire. És ebből pedig az következik, hogy nem érdekel, hogy csinálnak. Mert mi itt tudjuk őket lőni, ilyen. Fükriket mindenképpen az előre kell küldeni. Uh, és itt van maga Lord Croak, ők ne, neki pedig most először láthatjátok a képességeit, hogy hogyan teljesít a csatában. Jobbról érkezik uh, rögtön a Warhoundok, -ok. mindkét oldalra jönnek Warhoundok -ok egyébként. Erre talán kicsit jobban rákészülhettem volna. És varázslat is természetesen, a Saurus -ok kaptak az arcukba egy keveset. Ez Explosion, ez Explosion, ez Explosion, szóval minden Explosion, azt akarod mondani. kicsit így állítsuk fel, ezeket szintén, ezeket még nem látják, ezeket az egységeket. Rövid végésen Krisztővel mindenképpen be kell menni a közepébe, mert akkor tudja elkezdeni a munkát. Itt pedig egy kis, egy kis flank a biztonság kedvéért. Kaptak jó kis sebzést az arcukba, megpróbáljuk ezt kivédeni. Miközben, álljunk meg egy pillanatra, mert szeretnék egy varázslatot beadni. Tehát mi a különbség ezek között? A a három különböző Deliverance of Itza között. Damage 60, 50, 40, szóval ez a legerősebb, de a leg jobb is. Uh, mindenképpen a spawnokra kéne ezt ráadni. Ó, uh, nem, a sárkányogrékkal kéne ráadni. Kettő, egy, vagy sikerül, vagy nem. Hosszú ideig tart, de Sajnos ez nem volt, nem ideális volt, mert most ott a semmi közepén zajlik ez. Valoldalról vannak problémák. Itt, uh, itt, annyira nem. Jobb oldalon boldogulnak. Ezt, uh, ja ezt nem hoztam le végül, igaz? Akkor viszont jöhet egy jó kis hátba támadás. Ha te harcolsz, az remek, de nem harcolsz. Pedig vilicset valakinek szét kéne kapnia. És itt pedig egy vortexet megpróbálok beadni nagyon óvatosan, és nagyon remélem, hogy ez nem fogja érinteni az én egységeimet. Pedig jó esély van rá, hogy de. Egyébként. De hogyha már valamennyit tud sebezni, az ott például nagyon jó sebzés ment, ez is nagyon-nagyon jó irányba megy. ú, ez szépen végpusztít rajtuk. Hát egy kicsit felém is kanyarodik, de hát Istenem, ilyen is kell néha. A Revivication Crystal szerintem működik, ha elkezdem használni akkor működik a legjobban egyébként, ezt kevesen tudják. De ez ilyen Life Pro tip. Ott pedig a Chaos Sponra ráküldjük a Saurus Spireket. Megjöttek az ogrék, mondjuk nagyon nem tartósan csatáznak. Ezt oda, inkább oda támadjatok, és az a Croxikor ez csak nem ért át Lord Croak, egyébként közelharci egység. Na most akkor rakjunk le jól egy varázslatot vele. Szóval a közelharci egység nem tud ö, lőni. Tehát igazából nem sokat ér, hogyha nem varázsolok vele. Az egy... Ö, az egy jó robbanás volt. Na, ez kellett volna egy elsőre is. Illetve lehet, hogy ezt kéne a sárkányogrékra így beadni. Ha lehetséges. Ezek miért odalőnek? lőnek? Erre kéne lőni. Ja, azért, mert meghalnak. Oké. Okay. Ezek voltak a, Az idézett egységek. Szerintem ahhoz képest egyenlőre jól állunk, hogy értitek. Motherfucking village, village ellen vagyunk. Ezek a Soros nyilvánvalóan nem a magja meg a krémje az egésznek, szóval annyira nem baj, hogy ők ilyen kis bénácskák. De mindenki menekül, és Village maga is menekül, mivel pedig visszavonult ezért, ha jól sejtem, akkor ezzel megsemmisítettük a seregét, őt magát pedig lesebeztük, annyira, hogy most pár körig nem is fogjuk látni. Amúgy ez egy jó csata volt. Tehát azt képes, azt mondta, hogy Pürik Victory, képest szétvertük az arcát. És mivel megyünk vissza éjszaknak, ezért én most egy visszatöltést kérek, mert hogy ki kell használni ezt, hogy most Vilics egy kis időre kikerült a, a, a az ellenségek köréből, úgyhogy addig kell szétvenni a birodalmát, a Redford-re kezdve, a Fondrium bonson Itt már uh, Rohedzsárral kicsit intézkedtem, a Dragon's Cross ot szétvertem, és azért nem adtam át uh, a többieknek, mert uh, az a helyzet, hogy volt egy küldetés, hogy verjük őt szét, és így pedig inkább azzal mentem, hogy jó, meg, meg teljesítem a küldetés, az ad nekem bónuszokat, nem nagyon, nagyon jó lesz, és nem nagyon, nagyon jó is lett, szóval mindenbe jött. Ki bocsának, nem akar összejönni ez a, ez a, ez a dolog, úgyhogy egyszerűen csak odamegyek és bekapogtatok Alberi ajtaján, Ha akar kijön, én nagyon szívesen beszélgetek vele, de ezt nem fogjuk tovább várni már így, tehát hogy haladjunk, könyörgöm. Azt hiszitek, mindez idő alatt Nakai ült a fenekén és nem csinált semmit, hát ez nem is állhatna messzebb a valóságtól, ugyanis felfedezte itt a Southlands partvidékét, és megtudtuk, hogy Oxiotól, ahogy ahogy illik, be is foglalta az egész déli Kiosz Chaos illetve ennél picit fontosabb, hogy ez a déli csücsök, ez természetesen Zincsnek az irányítása alatt áll. Itt van egy rom, Now, now a romja, ami viszont valószínűleg nem Skaven rom, mert vámpír korrupció van, és itt pedig még él egyébként uh, a Trakuat Lakvások itt élnek, szóval itt szerintem be tudnék segíteni, és az lenne a legjobb, hogyha ott ütnénk meg, ahol legjobban fáj neki, azaz itt ezen a részem. Aztán az másik kérdés, hogy nem sokár érkeznek majd a, a, az orkok, kb. bármelyik körben, nem tudom pontosan melyik körben kaptuk ezt a, ezt a figyelmeztetést, hogy jönnek az orkok, de bármelyik körben is érkezhetnek, és uh, akkor meg haza kéne menni, vagy legalábbis valami tehát, hogy akkor, akkor nem kéne, hogy lekötve legyenek a seregeim, de most ez mindegy, is. most konkrétan az összes seregem le van kötve. Kivéve ezt, mert ezzel még egyenlőre csak uh, most alakítom ki, hogy egyáltalán mi legyen, meg merre legyen. Az viszont biztos, hogy elindulok vele északnak, mert toborozni már nem toborozik. Viszont itt láttam észak felé egy uh, egy ellenséges sereget, és azt ott a Keredel munta szírt. Aki, hogyha esetleg uh, megmaradna egy pillanatra, akkor nagyon szívesen megölném. És itt is van. The biggest war. Nem igazán tudjuk, hogy hol, meg mi történik, de az biztos, hogy ha legyőzzük ezt a négy frakciót, akkor megnyerjük a kampányt. Oké, okay, szóval itt van egy frakció, itt van a másik. Ez inkább az Empire-t fogja, úgy látom, uh, bántani. Ott a harmadik, és a Crockett Moon az van hozzánk a legközelebb. De egyik sincsen ilyen veszélyes közelségben. Elvileg ezek a, a frakciók most kaptak erős egységeket. Hát ha megnézzük, hogy pontosan mi történik. Lehet, hogy most megint eltelik 10-20-30-kör, anélkül, hogy én éreznék ebből bármit is, de ö, azért megpróbálom meg tudni. Addig viszont értetek, szétkapjuk zincset. Szerintem ez egy, nekem ez egy tervnek hangzik. Viszont arra nagyon kell figyelni, hogy a, itt ezeken a területeken a lemorzsolódás az valós probléma. Szerencsére azt hiszem én le tudok állni. Igen, visszat tudom rakni magam ilyen starsba. szóval annyira nem érint. Ki vagy, ha ostromot kell folytatnom, akkor ugye elkezdünk lemorzsolódni. Akárhogy is uh, küzdünk ellene. Persze lesz majd egy olyan, itt a. itt lesz egy olyan technológia, hogy Ancient Fortitude Immune to Chaos Undivided Corruption and Chaos Waste Attrition, tehát legalább ott éjszakon majd kicsit csökkenhet a lemozsódás, de az még picit odébb van, még el kell készülni a mostarinak, aztán még egy kör, szóval van még itt addig, annak lesznek problémák, tehát itt például zajlik egy ostrom, Fikrik ostromolja ezt, a Red fortress és ők is Gyengülnek. Még én is gyengülök, és őszintén szóval szerintem én nagyobb mértékben gyengülök, mint ő. Tehát én többet veszítek körönként, mint ő. Úgyhogy picit remélem, hogy a következő körben ki is fog támadni, és akkor uh, meg tudjuk vele uh, beszélni ezt a nézeteltőést. Üdv mindenkinek itt a Káosz pusztákon, a Vörös Erődnél, ahol az ostruló seregünket úgy döntött a, a várvédők, úgy döntöttek, hogy itt az ideje megpróbálni egy kitámadással legyőzni, és az a helyzet, hogy elég jó állapotban vannak, vagy elég jó helyzetben, mi meg annyira nem. Ugye ez egy olyan rész, ahol folyamatos elemorzsolódás, nekem is nekem, mert káosz, puszta, viszont nekik meg jóval kisebb mértékű a hiszen ők meg igaz, hogy ostrom alatt voltak, de ettől függetlenül nagyon jó, hely, nagyon jó helyzetből várták ezt az egészet. Úgyhogy én is megpróbálok most uh, igazából egy ilyen védekező csatát vívunk, de úgy, hogy igazából támadunk, mert muszáj kitámadni. Úgyhogy ezt így uh, én azt mondom, hogy kivéve titeket... Tehát kivéve... Ti tudtok távolra, akkor titeket is előre tudunk küldeni Ctrl-2-ként, a többiek meg Ctrl-1-jel fel kéne, hogy vonuljanak a lehető gyorsabban. Vannak távolsági akik amik elég erősek, nekik nincsenek, ugye akikkel harcolni fogunk, az nagy részt hát nagy részt undivided chaos, de majd látjátok, hogy ez nem teljesen így van. És amiben bízhatunk, az az, hogy Lord Croak itt majd lehozza nekünk ezt a, ezt a balhét. A Deliverance of Itza 3, az egy elég jó támadás és varázslat, és abban reménykedem, hogy ez így működni fog. A Rögtön az van, hogy egyébként fel tudnak sorakozni a teljes támadó sorukkal, én pedig annyit tudok csinálni, hogy hát itt a lovasság van, azokkal nagyon vigyázni kéne. Tehát ezekkel hátrább is lépek egy picit, és úgy várjuk a be beérkező támadásokat. Az ő oldalukon van egy óriás, ami elég nagy probléma. Egy óriási probléma. Ah, 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 ah. van a káoszlovagok, de nagyrészt uh, marúderek, csózönök, uh, forszékönök és egy-két szekér. Úgyhogy ez, ez, ez itt, a, amivel így szembe kell nézni. Nem csak arra beérnek az első, balról nagyon érkeznek, arra majd figyelni kell. És valószínűleg jobbról is. Tehát nem sokára beérnek az első támadási közelségbe. Még ide, hogyha le tudnánk rakni egy varázslatot, és az érni az tök jó lenne, de az még messze van. Tehát azt még nem éri el. A másik opció, hogy ide rakjuk, ahol érkeznek be. Mondjuk ide. Megvan ez a Beast meg hasonló támadások, amik azért hasznosak lehetnek. Na nézzük, ez a robbanás annyira rázza meg. Gyerünk már. Na, egész jó támadás volt egyébként. Oda lehet is lőni, már rögtön. Sőt, én rögtön oldalba is akarom kapni ezt az ellenséget, akár csak itt, de itt nem tudom megcsinálni. A Vortex ability viszont mindjárt beadom, mert az nagyon jó lesz, hogyha itt elkezd keresztül menni az ellenségem. Itt a krokszikorokat jobbra helyezem, és azt kell figyelni, hogy hol kezdenek el kapni egyébként uh, sebzést. Mert ott egy, uh, egy protection-t beadunk mondjuk ezekre, a Soru szpírekre. Tök biztos, hogy gyorsábbzést kapnak be. Aki nem harcol, az mondjuk ez, a Rification Crystal-el, ő bemehet oda. Ő harcol, ő nem harcol, de nem is gond. Fikrik nem harcol, megpróbálhatja Hellcrawl doom doomwonger gert legyőzni. A... Ott azon a részén itt pedig a forszéknek ráküldjük a Kroxigorokat. Kicsit belesítom most az időt csak hogy legyen idő lereagálni a történéseket. Életve a varázslatokat beadni, újabb varázslatokat. Na most láttuk, hogy ez meddig tart, egy ilyet lehozni. Szerintem itt ez akár jó is lehet. Ott a bal szárnyat eléggé megkönnyítheti, hogyha sikerül jól lehozni. Sajnos nem biztos, hogy sikerül. Nagyon hosszú a, a ellövési ideje, de amúgy ez egy jó varázslat volt. Most már így beláthatom, vagy bevallom, hősiesen, vagy hogy mondják ezt, férfiasan, hősiesen, nem tudom. Szóval a férfiasan bevárom, ez, ez elég, elég, jól sikerült. Itt az óriásra kéne kezdeni valamit, és mondjuk azt a Dreadsoriant t rá is küldhetjük, meg a Chaos Pomra. Hát, ha ő ott tud valamit alkotni. Már valaki menekül is, ja, ők menekülhetnek, az, azzal nincsen semmi gond összességében. Ezek jó támadások. A Revification crystal azt ugye be kell adni mondjuk itt a krokszigorokra próbáljuk meg ráadni, nem tudom mennyire késő ez. Talán még pont nem késő, de közben folyamatosan engedik, veszítik el a... a támadásokat. Össze fog -e még gyűlni nekem? Elég. Van még a reserben sok, úgyhogy elvileg összegyűlik elég pont, hogy még egy nagy erejű támadást leadhassak. Menekül közben a főnökük, az jó hír. Akkor pedig, én ráadom itt, hogy ó, sajnos megtalálták Lord Crokot, az, egy, az viszont nem jó hír. Az biztos, hogy önmagára most mindent ráadok, és akkor úgy próbáljuk meg legyőzni ezt a szörnyűséget. Itt pedig szintén még egyszer erre az oldalra hozom le ezt a, ezeket a e idézhető varázslatokat, vagy idézhető szörnyeket, mert ott most eléggé nagy baj van. Kroxigóriaink valószínűleg itt meg minden fognak pusztulni, Oké okay, ez egy nagyon jó nagyon jó támadás. A Chaos ok nagyon szépen megkapják az arcukba. Amit meg kell. És összegyűlt már elég varázslat volt króknak Igen, összegyűlt, akkor pedig. Hát szerintem itt lenne a legjobb. Hogyha oda lőné el. Ez a Feraltrogodon ez ott lő. Vagy ott üti a, a, a főnöket, akik közben visszatért. Ez egy nagyon szép be betámadásos varázslat volt. Így viszont ezt elveszítettük ezt a részét. Lord Croke egyébként uh, bír ezzel a képességgel, hogy... Hát ez jó, ide. Szóval bír ezzel a képességgel, hogy uh, van neki pajzsa. De mi is az azért ráadok most. Hú, tudom másra is adni? Hát, ide, mert itt eléggé ütik őket. Tehát, hogy beadunk egy resistance -t. Közben itt végigpusztít ez a vortex, remélhetőleg az ellenséget ez meg tudja zavarni. Visszatérsz te, akkor viszont odalőj, ha visszatérsz. A fe felső számláló szerint egyébként előnyben vagyunk. De mit tudsz csinálni? Ja, tényleg gyógyítani, ezt mindig elfelejtem. A kroxigorokat nagyon gyógyítani kell, mert... Igen, csak lement az erejük, illetve itt jobb, bal oldalon nagyon rosszul állunk, de... Most ezek a, ezek a blast kroxigorok megkapják a a Protection of It's t Úgyhogy az már alapból egész jó Itt középen úgy látom, hogy nagy részt megvan az összecsapás Sikerül lehozni Bal oldalon nem annyira jó, úgyhogy át is küldöm oda a hőst Hogy segítsen rajtuk Meg majd ezt az egységet Bár mondjuk innen pont jönnek a káoszlovagok van-e újabb varázslatra lehetőség? Még nem töltődött vissza, hogy egyre lassabban töltődik. De töltődik, csak egyre lassabban. És nyertünk. Wow. <laughs> Ezt nem tudom, hogy de... Hirtelen semmiből megnyertük, kb. amikor összeesett ez a káosz óriás. Az az igazán durva, hogy egy ilyen véres összecsapás után igazából csak két egységet veszítettünk el. Egy enchantress Salamandert és egy ö, ö, Red Crested skinket aki ráadásul nem is veszett el, mert őt majd le tudom hívni a későbbiekben újra. És hát nyilván a visszatöltés fogom most kérni, mert ö, itt nem tudom, valószínűleg még lehet, hogy rajta kell állni az ostromon. Ilyenkor sosem tudom, hogy mikor van az, hogy megnyerjük az ostromot is ezzel együtt, vagy pedig. Uh, állhatunk még rajta, mindjárt kiderül. Hát állhatunk még rajta, tehát fontosan kapjuk a lemorzsolódást. És ez azt jelenti, hogy még akár veszíthetünk el újabb egységeket is, amennyiben nem támadok ki. Tehát lehet, hogy most az lenne a célra vezető, hogyha egyenesen rátámadnék. Mindjárt meglátjuk, hogy pontosan hogy állunk. Uh, elkészült egy tech, ez tök jó. Meg egy küldetés is, ami szintén tök jó, plusz egy leadershipet kapunk viszont az igazán fontos kérdés az az, hogy miért nem fejlesztette még ki az Ancient fortitude -ot. Ez egy kör, és elvileg ez immunná teszi az egységeinket a káosz korrupció ellen. Tehát, hogyha az megvan, akkor még ráállok ezzel a nagyon gyenges eleget Rákszostomára. Hát azt mondja, hogy ezt meg is nyerjük, úgyhogy én nem is várnám be az ellenséget, hanem megnyerjük autorizolval, és átadjuk valakinek, igazából mindegy. És akkor ti itt tudtok, uh, egyrészt visszatöltődni, másrészt pedig újabb egységeket lehívni. Van egy olyan küldetésünk, hogy hívjunk le Missile egységeket, úgyhogy egyet lehívok, a többi pedig az mondjuk egy Feral Karnusaur. és most itt várhatunk pár kört, úgyhogy jöjjön a három uh, Sacred crocsigor és valami ilyen erősebb is kéne, egy Ancient Salamander mondjuk 18 per 20 és egy, uh, mondjuk egy, mondjuk egy Bastiradon Solar Engine, ja. Nakájjal itt uh, bevettem közben egyébként a Fortress of Dawn-t, amire most jön egy sereg, de ez aztán nem fogja tudni bevenni, úgyhogy én haladhatok tovább. A Dawn's Light és a Torsur Pindar és a Juhatek is uh, elérhető, én mennék itt Juhatek irányába. Először kitakarítjuk az északi területeket, és aztán jöhetünk ide délnek egészen a Temple of uh, Avenue Goldig. Hát meg előtt nem sok megálló van, max, hogyha majd feltűnik maga a frakciónak a vezetője, ő, ő nyilvánvalóan azért meg tudja állítani, hogyha nagyon akarja, de hát ha nem akarja, majd nagyon. Vagy igazából jó lenne, hogyha akarná, csak akkor rendesen egy nyílcsisrakos küzdelemben, a kint a mezőn, nem pedig így tudjátok csak így be, be, be egy városba is ott védekezem, mert az uncsi. Jarikkal itt azért jöttem előre, hogy uh, vámpírokra vadászunk igazából, de közben orkokat is találunk. Ne felejtjetek, hogy tart a bigva. Tudom, hogy nem felejthetétek el, mert ebben a részben volt róla szó, de hogy tar tart a Big Wa, úgyhogy fogunk találkozni ilyen ork seregekkel. mondjuk ezek aztán nem tűnnek matyó hímzésnek, ezeket nagyon szívesen legyőzöm, hogyha úgy alakul. A Hoxnek, oké, te melyik seregnek vagy a vezetője? Annak, aki nyert. Rohadzsán seregének, ez a másik sereg, itt van Village, oh, oh Na ez innentől kezdve gond. Ha most megtámadjuk ezt, akkor Vilics is besegít, úgyhogy egyszerűen csak vissza kell vonulnunk. Nagyon messzire. Mert itt rengeteg sereg van. Itt van Village, itt van um, Gulnas, vagy kicsoda. És nem is nagyon tudunk szerintem úgy elmenekülni, hogy ezek ne érjenek minket. Még vissza se tudok menni saját területre sem, tehát a lemorzsulás az biztos lesz. Úgyhogy, és ha így állok ráadásul le így, akkor Vilics és Csantrogulnász is meg tud támadni. Nem, ő ne. De Csantrogulnász meg oda tud menni segíteni. Vilics viszont le tud győzni önerőből. Lehet, hogy Rohajzsár seregétől el kell búcsúznunk most. Őt nagyon megfogta itt Vilics. A másik meg ugye ez itt Fikrik. Tehát ahogy mondtuk, ezt nem nyertük meg, és hogyha most oda megyek még egyszer, hogy akkor támadjunk, akkor veszítünk egy Secret Crocs és egy Saurian-t is. Egy dolgot tudunk csinálni, itt folytatjuk az ostromot. És a lemorzsolódás az el fog tűnni a következő körben. Elméletileg. kiosztok pontokat. Na most van az, hogy mondjuk... Uh, igen, itt a támadását kéne erősítenie. Mondjuk ez egy passzív ability, ez tök jó. Meg... Nem is tudom ez a sereg mire épül. Igazából nincsen olyan nagy ki... Nagyon... Erős egység amire épülne. Uh, Lord Croak megkapja a... Hát van olyan, amelyikkel jobban tud, vagy többet tud varázsolni. Winds of Magic Power Reserve minimum plus 10. Igen, ez például. És akkor így már is. 125 plusz 14 a Power Reserve. De az itt azt megcsinálni Rohegard nem. Hogy. Uh, adunk neki. ó, oh, nem tudok neki Blasponningot adni. Meg Regiment of Reunch sem. I na, ez viszont ilyen kezdve nagyon kellemetlenül hangzik. Mert ez a sereg nem fogja kiállni Village támadását. A legjobb, amit tehetünk az az, hogy... A. Elmenekülünk olyan messze, amire tudunk és csak Village fog támadni akkor. A többiek nem tudnak neki segíteni. Vagy B. Uh, ilyen, ilyen, ilyen... megyünk. Táboroz, táborozásos leállásban megyünk és... És akkor talán abban lehet reménykedni, hogy... Uh, hogy akkor... Nem támad meg, vagy. Hát nem tudom. Tudunk esetleg blokkolni. Ne. De blokkolni tudunk, de nagyon kicsi esélye, hogy sikerül. És ha téged blokkolunk, az már picit nagyobb. De akkor ez az egység meg nem lesz ott, vagy ez a, ez a lord. Ez nem lesz ott a, a csatában, hogy segítsen. Fú, ez egy nagyon komoly probléma. Jó, próbáljuk meg azt, hogy. Hát a, a, az, a, az a jobb verzió, hogy csak egy ide vonulunk vissza. És hogyha majd azt látjuk, hogy a következő körben így is úgy is támad, ó, oh, itt van még egy sereg. Pfff, shit. Szóval, hogyha így is úgy is támad, akkor meg uh, visszatöltöm az állást, és jobban menekülünk. De szerintem... Mondjuk Village nem éri el, hogyha ilyenben vagyok, mert Village most ebben a stanzban tud odáig elmenni. A másik stanzban ki tudja, meddig tud. Talán pont nem tud odáig elmenni. Jó, próbáljuk meg ezt. De akkor itt van meg Sean Lang, aki mondjuk, ha csak ő támad, nekem az is jó. De akkor Viricset ide küldi Marchban és Langgal támad. Jó, szerintem a Rohedzser seregének Sanyi. Tehát, hogy ki kell mondanunk ezen a ponton, hogy, hogy ez nem jött be. Jó próbálkozás, de sajnos nem jött be. Itt a Fox viszont biztos a győzelem. Jó, hát a következő körben kiderül, hogy mi lesz azzal a sereggel. És sok jót nem jósolok a számukra, és mondom, nem is nagyon tudom segíteni őket. Mert uh, hiába hívnék itt le mondjuk egységeket, nem tudom hozzáadni. Most lehívok, mit tudom én, egy ezekből a pontokból, de ezzel nem vagyunk kisegítve, mert nem lehet ilyen sztancban, meg, meg idegen területen. Ó, oh, de lehet! Oké, okay, ezt a következő körül megnézzük, Köszi, vagy a részben megnézzük. Köszi a figyelmet, innen folytatjuk legközelebb. Sziasztok!